alsó szregova, nemesi család. Felvilágosodás, Frater Erzsébet, szív vagy drámai költemény 1859-60. Többször is betiltották a művet, Prohászkának cseppet sem percet. Az első három szín jött, ezt jegyzetet. Ádámtól és Évától kezdtem, először ott voltak bent Istenben. Tották kommában öntudat mentese, növényi létben és szemérmetlen. Jött az a Lucifer és keltette a vágyat, ennyi pont elég is volt a kezdő párnak. Kiakadt az úr, de bitangul, hogy a fejére nő ez a fiatal úr. Dualizmust akarsz, meg öntudatod? Kérdezte Isten, akkor húzd el föl, de parasztnak mondta és haragra gerjedt. Ilyetükben amazok meg felvették a levelet, és indult az ember tragédiája, amikor leküldte az úr őt a matériába. Negyedik Egyiptom az ókorban, ahol a fáraó magányos, mert a dicsőségtől még nem lesz családos. Hiányzik a nő, menthetetlenül leuralja a mondhatatlan űr. Felszabadítja a rabszolgákat, így menekül a demokráciába. Az ötödik színben, Athénban, Miltiadészként demokrata. De két demagóg beszélget, és kimondják mi a népítélet. A szabadság és egyenlőség, szép ez még csak rögeszmék. Élvezi az életet, mert sejti már, hogy az ilyen virág hervatag, a kacagás sem valódi, csak fogva tart. Hedonizmusból fordul át a kereszténység felé, új népet, új eszmét Istentől remél. Hetedik Konstantinápoly, Tankrét keresztes lovag, de amint meglátja Évát, rideg lesz a zárda fal. Prágában, a nyolcban, a késői középkorban, hé Kepler, mi a horoszkóp? A drága borbála nekem is megvolt, de ne is csodálkozz ezen, ha a föld helyett a csillagokat lesed. Kilenc Párizs, elaludt a Blanton, Ádám álmodja, hogy Kepler az meg, hogy Danton. Álom az álomban, tehát szerkezetileg Lucifer a kilencesben nem jelenik meg. Tíz Prága, Ádám ébredezik, aztán a tanítványának fejteget valamit, ami egy új világ perspektívája, a felvilágosodás gondolatvilága. Marács jelene, Ádám meg csak a történet szemlélője. Kapitalizmus, szabad verseny, kutyáknak harca ez egy konc felett. 12, ne szalaszd el, ez a tökéletes társadalom, a falanszter. Platón őrzi a sok-sok marhát, Michelangelo széklábat gyárt. A 13. tragikus színben Ádám csalódott, pus volt meg minden. Lucifer meg izomból fűzte, hogy jönjön fel vele ki, oda az űrbe. Mert a tiszta szellem ott lakik fent, az anyag neki kint, börtön itt lent. Ádámnak be is jött ez az ötlet, repül, de pont amikor majdnem ott lett, megborzongott a hideg őr, ahol élő énje meg sem is ül. 3700-nál fordult vissza, mert az ember célja a küzdés maga, az eszkimó szín, a Mad Max széggel. Olvasd de most, majd Max, majd éjjel. 15-ben Ádám felébredt és ráébredt, hogy csak álmodta az egészet. Sürgősen öngyilkos akart lenni, de Éva az anyaságát épp bejelenti. A hétkérdés Ádám felteszi, de a jóisten fraktálos választod neki, mert kiosztja a szerepeket, és elmond magától egy idézetet. Ember, küzdj és bízba bízzel, ha ezt megteszed, a